Baráth Péter és Leskó László, a Tolna megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola cukrász szakoktatói cipelik a több 10 liter gulyáslevest a szekszárdi hajléktalan szállóra. A tanárok jókedvűen adták át az iskola növendékeivel főzött több mint 50 adag meleg ételt a hajléktalan szálló vezetőjének. 3 évvel ezelőtt jött a gondolat, hogy egyrészt az, hogy mi tanárok is tudjuk a rászorulókat támogatni, másrészt viszont ennél fontosabb, hogy a diákokat egy kis szociális érzékenységre neveljük, mutassuk meg nekik, hogy mennyire fontos, hogy másokat támogassunk, és körbenéztünk, hogy kiket tudnánk legjobban itt segíteni. És azt láttuk, hogy sajnos, mint máshol is, Szekszáron is sok hajléktalan van, és ezért jött az ötlet, hogy őket támogatnánk, őket segítenénk egy kis étellel, egy kis finomsággal. Az iskola tanárai vezetésével 2 9-es osztály készítette el a karácsonyi menüt, mondta Nagy Sándor, gyakorlati oktatásvezető. 50 főre készültünk, gulyásleves hoztunk, túros, batyút, mézes, kalács figurákat készítettünk, és szaloncukrot. Azért gondoltunk rájuk, mert úgy gondoljuk, hogy a hajléktalan szálló lakóinak nem feltétlen adatik meg, mint minden más embernek egy otthon, egy kellemes, egy családi ebéd keretében, ezért rájuk gondoltunk, hogy őnekik hozzunk egy ilyen kis ajándékot az iskolánktól. Adni mindig jó. Kapni is jó, de adni még jó, főleg nekik. Mi azt vettük, hogy a 9-es osztályon, tehát a turizmus vendéglátás ágazati alapképzésben mi projektfeladatként ezt belevettük, hogy ők is szembesüljenek ezekkel a dolgokkal, hogy vannak sajnos embertársak, akikkel a sors nem feltétlen olyan, mint reméljük, hogy velük nem lesz olyan, és ezért ők ezt látják, erre fel tudnak készülni, el tudják kerülni, és ő nekik is ez, hogy fiatalok, készítették 2 osztály, nekik ez egy nagy élmény volt. Szűcs László, a hajléktalan szálló vezetője azt mondja, a meleg étel a lehető legjobb ajándék a fedél nélküli embereknek. Hát ügyfeleinknek egyrészt az étel az nagyon nagy érték, főleg a meleg finom étel. Nagy örömmel fogadták, amikor tájékoztattuk az ügyfeleinket. Ezúton is köszönjük az adományozónak. Karácsonykor egyébként minden évben tartanak egy kis ünnepséget, és adományokat is osztanak. A hajléktalan szállót ugyanis sokan segítik. Legutóbb például szárítógépet kaptak egy civil felajánlótól. Nagy jelentősége van, mert hogy azok, akik nem szeretnének hosszabb időt bentartani az intézményben, bejönnek ebédelni, egy kicsit itt vannak és mennének tovább, nem kell vizesen elvinni a holmiukat, ami kint esőtelen, hogy megszáradjon ilyen időben. Számtalan felajánlást kapunk, van, aki főzni szeretne az ügyfeleinknek, van, aki ruhával, takaróval, gyertyaadományán segíti az ügyfeleinket, illetve van olyan partnerünk, aki nagy értékű műszaki cikkekkel. A hajléktalan szálló vezetője azt mondja, várják a további adományokat. Tartós élelmiszernek, meleg ruhának, gyertyának, vagyis mindenféle olyan dolognak örülnek, ami segíti a fedél nélküli emberek túlélését a hidegben. November óta, a hideg megérkezésétől számítva, teltházzal működik a szekszárdi hajléktalan szálló. Ez azt jelenti, hogy naponta 30-40 fő tartózkodik a nappali melegedőben, amit éjszakára sem zárnak be. Itt 12 főnek alakítanak ki éjszakai szállást. Az éjjeli menedékhelyen pedig 20 férfi és 5 nő alszik.